Aratás előtti gépszemle. Újabb járdaszakasz újul meg. Vádemelés a macska kínzó ügyében. Önbíráskodásért kell felelniük. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2022. június 28-án 18 óra 5 perckor. A gazdák felkészültek a napokon belül kezdődő aratásra. Berekfürdőben a Nagykun ökoszövetkezetben beszélgettünk erről, valamint a gépszemle fontosságáról Hubai Imre Csaba elnökkel. A Nagykun ökoszövetkezetben is megtartották az aratás előtti gépszemlét. Hubai Imre Csaba elnök igazgató elmondta, hogy a szemlén felsorakozott a betakarítási munkákban résztvevő minden eszközük, és az azokat kezelő dolgozók is ott voltak, akikkel átbeszélték a legfontosabb teendőket, többek között a biztonságtechnikát, tűzvédelmet, balesetvédelmet és a szállítással kapcsolatos közlekedést. Tulajdonképpen egy kormányrendeletnek teszünk eleget ezzel a folyamattal. Az a célunk, hogy a kormányrendeletnek megfeleljünk, illetve a legfontosabb az, hogy a gyakorlatban felkészüljünk a nyári betakarítási munkákra, aratásra, a szemszállításra, a tisztításra és az értékesítésre. A mai napon felsorakozik 6 darab kombány, a legmodernebb kombányok, felsorakoznak a szemszállító járművek, a melléktermékeket feldolgozó bálázógép és a szállító járművek. Tehát az a lényeg az egészen, hogy a kompletten a betakarítási munkák folyamatában résztvevő minden eszköz, minden ember részt vesz. Elmondjuk a legfontosabb teendőket, a legfontosabb dolgokra felhívjuk a figyelmet, úgy a biztonságtechnikára, felhívjuk a figyelmet a tűzvédelemre, a balesetvédelemre, felhívjuk a figyelmet a szállítással kapcsolatos, mozgással kapcsolatos, közlekedéssel kapcsolatos dolgokról, hogy tudunk beilleszkedni a város közlekedésébe, úgy a földúton, mint a köves utakon. Tehát gyakorlatilag felhívjuk a figyelmet arra, hogy egy igen nehéz év aratása következik, hiszen az aszálykár az sok kárt tett, de az időjárás tendenciája azt mutatja, hogy hirtelen bekövetkező időjárás változások, jégkár, hirtelen nagy csapadékmennyiség felboríthatja az egy-egy napra meghatározott munkafolyamatokat, ezért alkalmazkodni kell hozzá, meg kell előzni azokat a problémákat, amik ebből adódóan problémát okozhatnak, illetve a problémamegoldó képesség a vezető és az alkalmazott összhangja legyen, olyan szempontból, hogy biztonsággal a megtermelt terméket elhelyezzük a raktárba, piacképes állapotba. A tervek szerint elsőként az az őszi árpa aratása indul, amelyre a megyei gazdák felelősen felkészültek. A későbbiek pedig a tenyész időszak szerinti búzafajtákkal, korai búzákkal, középérésű búzákkal, illetve a titikáléval, őszizabbal, őszi káposztalepcével, tehát gyakorlatilag ezek a munkafolyamatok állnak rendelkezésünkre, illetve ezeket a munkafolyamatokat kell elvégezni szakszerűen, veszteségmentesen, biztonságosan. A karcagi katasztrófavédelmi kirendeltségtől Kovács Zoltán János százados és munkatársai a szemlén megnézték a gépjárművek műszaki állapotát, és felhívták a figyelmet arra is, hogy ebben a nagy szárazságban ne csak indulás előtt ellenőrizzék a gépek műszaki állapotát, hanem napközben is. A gazdatársaim is felelősen komolyan veszik ezt a munkafolyamatot, hiszen a betakarítás, a nyári betakarítás az első komolyabb árbevétel a gazdának. A további munkának a megalapozását elősegíti, hiszen betakarítjuk a főterméket, a mellékterméket, talajelőkészítés, korai vetésekre, például őszi káposztalepce vetésére, rozsvetésre, amiket korai lucerna vetésre. Tehát gyakorlatilag a folyamatok összhangját kell megteremteni, így a gazdatársaim magas szinten felkészültek, de nem árt a figyelmet felhívni arra, esetleg egy kollektív szellemiségben több minden dolog előadódik, több mindenre fel tudjuk hívni a figyelmet, és esetleg egy olyan helyreigazítás, hozzáigazítást jelent egy-egy gazdatársam részére, amire esetleg nem figyel, de most felhívjuk a figyelmét arra, hogy minden olyan tényezőre, ami tőle függ, azokat össze tudja rendezni, és azokat tudja alkalmazni a gyakorlata során. A város több pontján zajlanak járdafelújítások, Molnár Pállal beszélgetünk az Ötvös utcában erről, hiszen az egyes számú választókörzetben is elkezdődtek a munkák. Köszöntöm nézőket, Molnár Pállal beszélgetünk itt az Ötvös utcán, hiszen az egyes választókörzetben is aszfaltozási munkától kezdődtek. Az önkörzetében hol zajlanak ezek a munkák?
Így igaz, elkezdődött egy pályázat keretében, pontosabban folytatódik, mert a város más területén láthattuk már, hogy járdaépítés volt. Szerencsére nem kivétel ez alól az egyes számú választó körzet sem. Amikor a terület kiválasztása volt, természetesen figyelembe kell venni a körzet képviselőinek és a város legfelső vezetésének is, hogy melyek azok a forgalmas útszakaszok, ahol feltétlenül kell a gyalogjárdákat javítani. Ahol most állunk az Ötvös utcán, egy igaz, hogy kevés lakóépület által lakott terület, viszont nagy forgalmú, a környező Táncsiskörúti lakótelepekről az emberek itt járnak át vásárolni, piacra, munkába, vagy egyáltalán a várost erről közelítik meg. 2000-ben, amikor én választó körzeti képviselő lettem, akkor nem volt még ezen az útszakaszon sehol járda. Itt a Molkút mögött is azt a járdaszakaszt, ami egy olyan 10 pár évvel ezelőtt, pontosan nem tudom már, de egy olyan 15 évvel ezelőtt épült, azt a megválasztásom után építettük. Látva azt, hogy ki volt már taposva a fű, ki volt egy út taposva, ahol ott élők, vagy az itt élők használták az adott területet, és legjobb ilyenkor járdát építeni, mert ezt látszik, hogy az a járda biztos, hogy jó lesz, azt megépítettük. Igaz, hogy az Ötvös utcán volt járda, de eznek a minősége nem volt olyan jó, és polgármester úr látva azt, hogy ez a szakasz mindenféleképpen megérett arra, hogy felújítsuk, megértette kérésemet, és a pályázat keretében felújításra kerül. Ennek folytatásaként a Táncsics körútnak a úgymond régi buszmegálló környékén lévő széles járdaszakasza is az elmúlt időszakban megújult. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy véget értek a járdafelújítások a körzetben, nagyon-nagyon sok helyen kellene, de az elmúlt években, elmúlt másfél évben nyílt olyan pályázati lehetőség, ahol a gyalogjárdák javítására kedvező feltételű pályázatokat lehet beadni, és szeretném megemlíteni azt is, hogy nem csak a járdaszakaszok, hanem a kerékpárutak is megújultak az egyes számú választókörzetben, és nagyon-nagyon sok olyan szakasz, ahol leszakadt, tönkrement, kikátyusodott kerékpárút volt, sikerült a kor színvonalának, a 21. századnak megfelelő minőségű kerékpárutat kialakítani. Nagyon-nagyon fontos volt ez is, valamint figyeljük a pályázatokat út felújításokra is, ugyanis Karszakváros önkormányzati úthálózata is odaérett, hogy igenis komoly 10-100 milliókat kell rá költeni, az állag megóvásra és a fejlesztésre is gondolni kell természetesen. Itt javában zajlanak a munkák, de addig gondolom, hogy itt mindenki türelemmel van, és az autósok is kicsit biztonságosabban mennek itt. Biztonságosabban és lassabban, bár korábban néhány évvel ezelőtt itt volt probléma, ezért forgalomlassító elemek lettek kirakva ebbe a kis utcába. Annak ellenére, hogy kis utca nagy forgalmú, ezt tudomásul vették, mindig is a itt közlekedők, hogy miért lettek ezek a forgalomlassító útburkolati technikai elemek beépítve, de természetesen mindig vannak ideges és feszült emberek, akiknek nem jó semmi, de azért a többség, 80-90% azért elfogadja ezt, hogy igenis lassabban kell menni, oda, nagyobb odafigyeléssel kell közlekedni, mert az úton, az út környékén munkálatok folynak. Most kezdődtek a munkátok, körülbelül mennyi idő alatt lesz kész ez a járdaszakasz? De az igazság, hogy a teljes pályázatra van határidő meghatározva, de ez a szakasz körülbelül egy olyan 3-4 hét alatt be fog fejeződni, úgyhogy akkor már gőzőgő aszfalton tudunk majd közlekedni rajta. A Jászberényi járási ügyészség állatkínzás vétsége miatt emelt vádat egy 40 éves jászdózsai férfivel szemben, aki az élettársával folytatott veszekedés során dühében a szoba ajtajához csapta a hölgy macskáját. A vádirat szerint a férfi az év márciusában egyik este jászdózsai otthonában ittasan összeszólalkozott élettársával, és a vita hevében fölkapta a hölgy 10 hónapos fekete nőstény macskáját, és düböl nagy erővel hozzávágta a szoba ajtóhoz. A bántalmazás következtében az állat néhány percen belül elpusztult. Egy jászdózsai férfi 2022. március 25-én a kora esti órákban otthonában szóváltásba keveredett női lakótársával. A vita közben a férfi megfogta a szobában tartózkodó macskát, és nagy erővel nekidobta az ajtónak. A 10 hónapos kiscica a bántalmazás következtében elpusztult. Ezt követően a férfi megfogta és kidobta az udvarra az elpusztult állatot. A jászberényi rendőrök előállították és gyanúsítottként kihallgatták a 40 éves férfit. Tettét azzal indokolta, hogy nem szereti a macskákat, és felbosszantotta, hogy az állat felment az ágyra. A jászberényi rendőrkapitányság
állatkínzás vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytat eljárást. Az ügyészség vádiratában próbaidőre felfüggesztett fogházbüntetés kiszabását indítványozta. A Jászberényi járási ügyészség állatkínzás vétsége miatt emelt vádat egy 40 éves jászdózsai férfivel szemben, aki az élettársával folytatott veszekedés során dühében a szoba ajtajához csapta a hölgy macskáját. A vádirat szerint a férfi ez év márciusában egyik este jászdózsai otthonában ittosan összeszólalkozott élettársával, és a vita hevében fölkapta a hölgy 10 hónapos fekete nőstény macskáját, és düböl nagy erővel hozzávágta a szoba ajtóhoz. A bántalmazás következtében az állat néhány percen belül elpusztult. Az ügyészség vádiratában próbaidőre felfüggesztett fogházbüntetés kiszabására tett indítványt. Az ügyben a Jászberényi járásbíróság dönt, várhatóan tárgyalás mellőzésével. A karcagi rendőrök gyanúsítottként hallgattak ki két férfit, akik az előre megállapodottakra fittyet hányva több pénzt akartak az elvégzett munka után. A karcagi rendőrkapitányság önbíráskodás büntette miatt folytat eljárást két férfi ellen. Az ügy adatai szerint 2022. június 17-én egy kunmadarasi lakos kertfelújítási munkálatok elvégzésére megállapodott egy kunhegyesi férfival, aki másnap több munkással együtt el is végezte a vállalt munkát. Elszámoláskor azonban keveselte a korábbi egyesség szerinti 350 ezer forint munkadíjat, és többet követelt úgy, hogy az a megbízóban komoly félelmet keltett. A sértett a megfélemlítés hatására, hogy eleget tudjon tenni a követelésnek, az egyik pénzintézetbe ment, ahová a férfi és egy társa elkísérte. A sértett átadott a követelőnek további 140 ezer forintot, akinek a pénz még mindig kevésnek bizonyult, és további összeg átadását követelte egy későbbre megbeszélt időpontban. A találkozón a 35 éves férfi apjával és egy ismerősével együtt megjelent, majd őket a pénzátadását követően a karcagi rendőrök, a Jász-Nagykun-Szolnok megyei rendőrfőkapitányság Tisza-Mektó bevetési egységével együttműködve elfogták és előállították. A nyomozók az apát és fiát gyanúsítottként kihallgatták. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcagtv.hu weboldalon, vagy töltsék le a Karcag Média Centrum applikációnkat az App Store vagy a Google Play áruházból. Viszontlátásra!